Megszavazta az országgyűlés a kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. Február elején jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a 7 pontos családvédelmi tervet. Ebből a 10 millió forintos babaváró támogatást, a használt lakásokra is felvehető csokkölcsönt, a jelzáloghitelek csökkentését, valamint a nagycsaládosok autó támogatását már július 1-től igénybe vehetik a családok. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 176 igen, 10 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta. Nagy többséggel szavazta meg az országgyűlés a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. Így már nincs akadálya annak, hogy a 7 pontos tervből 4-et már idén július 1-től igénybe vehessék a jogosultak. A kormánypártokon kívül egyébként az MSZP, a Jobbik és az LMP is az igen gombot nyomta meg. A Párbeszéd tartózkodott, a DK nemet mondott. Legyen a családvédelmi akció egy nemzeti ügy. A szavazás megelőző vitában az előterjesztő Rétvári Bence úgy fogalmazott, Európa lassan öngyilkosságot követel. Ugyanis, ha lemondunk a keresztény kultúráról és lemondunk arról, hogy segítsük az európai gyermekek megszületését, akkor ez gyakorlatilag az önfeladáshoz vezető út. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára hozzátette, az anyagi támogatás is fontos, de pusztán a pénzért senki nem fog gyermeket vállalni. Ezért a kormánynak van egy olyan üzenete is, hogy merjünk bátran kiállni a családi értékekért. Ne hagyjuk ettől eltántorítani magunkat, mert ez nem valami ellen, hanem valamiért van. Semmit nem tagadunk, hanem valami mellett határozottan állást foglalunk. Ez a család értékei, a család, a gyermekvállás a magyar embereknek fontos, legyen ezért ez a törvényjavaslat, és legyen a családvédelmi akcióterv nemzeti ügy. 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentek be. Február elején évértékelőjén jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a 7 pontos családvédelmi akciótervet. A kormányfő úgy fogalmazott, ez a magyarok válasza a demográfiai kihívásokra, és nem a bevándorlás. A 7 pontos akciótervből a 10 millió forintos babaváró támogatást, a használt lakásokra is felvehető csokkölcsönt, a jelzálog hitelek csökkentését, valamint a nagycsaládosok 2,5 millió forintos autótámogatását már július 1-től igénybe vehetik a családok. Az akcióterv többi pontja a nagyszülői gyed és a 4 gyermekes édesanyák SZIA mentessége január 1-től lesz elérhető. A jelenleg hiányzó mintegy 20 ezer bölcsödei férőhely felét az év végéig alakítják ki, a többit pedig a következő 3 évben. Bejön a csok a 30-asoknak, ezzel a címmel jelentetett meg cikket a 24.hu. Az internetes portál az IDEA intézetnek a családvédelmi akcióterv bejelentése után végzett kutatását ismerteti. Az adatok szerint a 30-39 éves korosztály 39%-a vett fel korábban csokot, vagy van olyan a közvetlen ismeretségi körében, aki megtette ezt. Ugyanebből a korosztályból 30% azok aránya, akik azt tervezik, hogy a jövőben igénybe veszik az idén bejelentett családvédelmi intézkedések valamelyikét, vagy tudnak ilyen szándékról az ismeretségi körükben.